Dombóvár büszke a tehetséges fiatalokra, idén is méltatták azokat a diák sportolókat, akik a 2022-es évben kiemelkedő sporteredményt, példaértékű teljesítményt nyújtottak. A díjakat Pintér Szilárd polgármester és Szabó Csaba, a sportszövetség elnöke adták át a diák sportolóknak. Azok a versenyzők, azok a sportolók kapják ezt az elismerést, konkrétan Dombóvárért elismerő oklevélben részesednek, akik az idei évben, tehát a 2022-es évben a legkiválóbbak között a legjobbak tudtak lenni. Arányait tekintve ez azt jelenti, hogy 8 egyesület tagjai közül 32-en fognak kitüntetésbe részesedni. Lesz köztük 5 atléta, 4 úszó, 2 kosárlabdázó, 8 karate és 6 kötélugró, 2 cselgáncsos, 2 személy, aki a Dombó Dog Kutyás Egyesületnek a tagja és egy fő asztali teniszező. Ők voltak, akik vagy világversenyen vitték Dombóvárnak a hírét, vagy hazai magyar bajnokságon lettek dobogósak, vagy néhányan, akik nem jutottak el idáig, de dobogó közelben voltak, de az egyesületüknek a legkiválóbbjai. És úgy látjuk, hogy a jövőnek a nem tehetségei. Lehetett a 27 egyesület részéről pályázatot benyújtani, megvoltak a kritériumok, hogy mik az előnyök, mik az alapfeltételek, és a sportszövetségnek van egy 5-tagú elnöksége, ez az elnökség összeült, és úgy, ahogy szokott, más témába meghozta a döntését, javaslatát, ezt beterjesztettük Dombóvár város vezetősége polgármester úr irányába, ezt elfogadták, és gyakorlatilag így ez a 32 fő az, aki most elismerésbe fog részesedni. A múlt évben is hasonló szám 33-an voltak, akik kaptak ilyen díjat. A díjazottak egyike Eszter is, aki egészen fiatal korában találkozott azzal a sporttal, amit a mai napig szívesen űz. Úszok. Igazából már babaúszásra is jártam, de a Farkas Attila úszodában 4 éves korom óta járok. Igazából a társaság is nagyon jó volt, eredmény is jön belőle, és egyszerűen élvezem ezt a sportot, az úszást. Egyszerűen csak élvezem. Ha meglátom az időmet a kivetítőn, akkor is jó érzés, hogy milyen jó lett az idő. Már mondtam, hogy a társaság miatt is nagyon élvezem az edzéseket. És hát maga az úszás is szerintem egy élvezetes sport. Általában, amikor így versenyszezon van, az országos bajnokságra készülünk, ez általában március körül kezdődik, és május végéig, június elejéig tart. Az egy nehezebb időszak, de hogyha azon túl vagyunk a koronán, már egy könnyebb edzés szakasz jön. Eszter a rövidpályás országos csúcsaira és a legelső 50 méteres medencében a 100 méter háton elért országos csúcsára a legbüszkébb. A 32 díjazott között szerepelt Bence is, aki nem is tudná elképzelni az életét sport nélkül. Atlétikázok 6 éve, és igazából amolyan hetedikesként, hatodikosként kezdhettem el, és Fazekas Gáspár, mint igazgató akkori iskolámnak, egyszer beiratott egy ilyen versenyre, és akkor kezdtem el így érdeklődni ez iránt, ez a atlétika iránt. Kiegészíti a napjaimat a sport, tehát hogy már maga vagyok a sport, tehát én ennek élek, én ezt imádom. 2 versenyeredményem van, amire igazán büszke vagyok. A U18-as 4x100-as váltó, ott 42-64 századdal új országos csúcsot döntöttünk, az egy nagyon kedves eredmény számomra. Emellett a 60 méteres U18-as versenyen szerzett országos első helyezésére a legbüszkébb. Az ünnepélyes díjátadót, amelyen a sportolókon kívül a családtagok is jelen voltak, Pintér Szilárd polgármester zárta, aki megköszönte a sportolók erőfeszítéseit, kitartását, a szakemberek munkáját és a szülők támogatását.